Itt állok, és várakozok otthonom a kecskeméti kisvasúti állomás előtt. Várom barátaimat, akik 9 órára hivatalosak hozzám. Ám még alig pirkad, én már talpon vagyok, eszem, iszom, hogy teljes örömben legyek, amikorra megjönnek. És végre megérkeztek, a teret benépesült. Ide jönnek hozzám, köszöntenek, megcsodálják csillogó öltödékemet. Tudom, már ők is régóta készülnek az együtt töltött órákra, amelynek minden perce nagy örömet szerez nekik, és nekem is egyaránt. Végre eljött a perc, indulok Kiskumázsára. Törökvári állomás, rövid pihenőt tartunk. Én kicsit kifújom magam, barátaim pedig megmozgatják zsibbat végtagjaikat, sétálnak egyet a vonat mellett. Nevem hivatalosan 490-053-as, de mindenki csak Bugaci kisköpögőnek hív. Nori Zsigmondtól kaptam ezt a nevet. Igaz, ő nem engem hívott így, hanem egyik elődömet, aki itt a kecskeméti kisvasúton dolgozott. 1942-ben láttam meg a napvilágot a Magyar Királyi Állami Vas, Acél és Gépgyárban Budapesten. Mint egy másfél száz, pontosan 141 testvérem van. Az első 1905-ben született, és a Szatmár-Bikszád helyi érdekű vasúton dolgozott. Sokan külföldre kerültek, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Bulgáriában, Romániában, vagy a Szovjetunióban álltak munkába. Ma az országban rajtam kívül, talán ha 5-en vannak, legtöbben már nyugdíjasok. Tehát, mint említettem, 42-ben születtem. Zavaros időszak volt ez, nem is emlékszem, első 3 éve. Abban azonban már biztos vagyok, hogy az 1945-ös esztendő Székesfehérvárot talált, az Alumíniumért Bánya és Ipari Részvénytársaságnál. Ugyanazon év szeptemberében Gánt rendezőre rendeltek ki, és ott voltam majd 2 évig. 1947. április 20-án aztán Békés Csabára vittek. Életem talán legszebb időszakát éltem ezen a nagy kiterjedésű kisvasúti hálózaton. A szocializmust építettük, erőmet a végsőkig kihasználva dolgoztam itt. Hatalmas tehervonatokat továbbítottam társaimmal egyetemben. 1959 nyarán néhány hónapot Vasashídon töltöttem, utána folytattam tovább a munkát Békés Csabán. 1962. januárjában újból Vasashídra kerültem, ezúttal 2,5 évig voltam ott. 1964. októberétől Szobon laktam, 16 éven át hordtam a követ a Börzsöny bányáiból. 80-ban félreállítottak. Már azt hittem, hogy eljött a vég,
amikor egyszer csak idegenek jelentek meg, későbbi legjobb barátaim, és elhoztak ide Kecskemétre. 1983 óta itt lakom. Jól érzem magam, hiszen szeretet és gondoskodás vesz körül. Az út harmadánál tartunk, Jakab szálláson. Évente 20-25 alkalommal teszem meg az utat, legtöbbször bugacsik. Általában idegenek jönnek velem, leginkább külföldiek, akik közül sokan másnapra már el is felejtenek. De évente egyszer, augusztusban eljön az a nap, amikor barátaimmal kelek útra. Fél óra pihenő, és újra menet kész vagyok. Duzzadok az energiától, már alig várom, hogy folytathassam az utat. Átvágunk a pusztán, és hamarosan annak fővárosába, Bugacra érkezünk. Általában ez az út végállomása, most azonban tovább megyek. Előtte viszont pihenek egy órácskát, újból iszom. Barátaim addig sorra locsolják kiszáradt tortukat, és pörköltel töltik meg bendőjüket. Pihentem magam. Indulhatunk tovább. Közben elhagytuk Móricskát és Szalcsalucskákat, nem időztünk ott, és holba befutunk Kiskunmájsára. Ez itt az eredeti végállomás, Vacsukán üzemi pályaudvar. Az utasok általában pár száz méterre odébb szállnak le a nagyvasúti állomás mellett. Bugasztól idáig már csak két kocsit hoztam, nehogy idő előtt elfogjon belőlem a szusz. Miközben megkerülöm a kocsikat, hogy visszaindulhassak. Látom barátaim boldog arcát, tudom, ők is remekül érezték magukat. Erre a napra érdemes volt várni egy éven át.